mutassa be röviden ezt a szervezetet, mi a célja, a legfőbb célja? A Hungary Foundation egy washingtoni székhelyű amerikai alapítvány, ami az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését és mélyítését célozta meg. Ezt közös kutatási és kulturális események szervezésével és programok szervezésével visszük végbe. És úgy gondoltuk, hogy idén a Kovács Mihály emlékév apropóján nekünk itt van feladatunk, és lehet szerepünk, és nagyon boldogan veszünk ebben részt. Miért történt most ez a látogatás a részéről? Karcagra a karcagiak hívtak. Azt gondolom, hogy itt Karcagon van egy hihetetlen mély hagyományőrző kultúra, a történelemnek egy nagyon mély tisztelete. És szerintem Karcagnak egyébként ez a sikerének a kulcsa, hogy tudja, hogy kicsoda, és tudja, hogy hová megy. És hát itt ugye Nobel-díjas karcagiak vannak, néprajzkutatók, Kossuth-díjas szobrászművészek, és hát Karcagnak van egy hihetetlen fontos Kovács Mihálya is, aki az amerikai függetlenségi háborúnak egy nagyon fontos alakja volt, és az ő személye az, aki köré most mindannyian gyűlünk. Nagyon, nagyon sok szeretettel írtam alá azt a háromoldalú együttműködési megállapodást a Kovács Mihály emlékét őrző baráti társaság elnökével, Pintér Zoltánnal és Vég Sándorral, a washingtoni Kossuth Foundation igazgatójával, akikkel közösen fogunk az emlékév idején, és hát reméljük, hogy a következő években is közös programokat csinálni a Kovács Mihály emlékév tovább görgetésére. Milyen lehetőségeket rejt ez a megállapodás magában? Én úgy gondolom, hogy Kovács Mihály személye kifejezi azt a szabadságszereteten alapuló közös amerikai szálat, amire minél több hangsúlyt kell fektetnünk. Magyarországnak ugye rengeteg nagy hatalommal és kisebb hatalommal is gyümölcsöző és sokrétű kapcsolatai vannak, de az amerikai-magyar kapcsolatrendszer attól történelmileg jelentős, hogy ez a szabadságszereteten alapuló kétoldalú kapcsolatrendszer. És azt gondolom, hogy ennek a katonai vonatkozása is, most itt különlegesen a 25. NATO évforduló, a NATO csatlakozásunk 25. évfordulóján egy olyan alkalom, amiről beszélnünk kell. Tehát, hogy az amerikai-magyar katonai kapcsolatok már Amerika megszületése óta alapulnak és alakulnak, és nekünk gyakorlatilag 200 évre visszamenőleg volt szerepünk ebben. Hogyan értékelik az amerikai magyarok Kovács Mihály munkásságát? Mindig abból látszik, hogy az amerikai magyarok kit értékelnek és kit szeretnek, hogy elneveznek-e róla bármit. És hát amerikai magyar szervezetek közül több van, aki Kovács Mihály emlékét különböző programok, díjak átadásával őrzik. Az Amerikai Magyar Szövetség egyik szabadságdíja Kovács Mihályról van elnevezve. De Kovács Mihálynak van egy lovas szobra is Washingtonban, a washingtoni magyar nagykövetség mellett, ott azért rendszeresen összegyűlnek az amerikai magyarok is, és hát több olyan emléket is tudunk Amerika szerte, Charleston, Dél-Karolina városában például, ahol ugye Kovács Mihály meghalt, az egyik legrégebbi amerikai katonai akadémiának, a kampuszának az egyik része Kovács Mihályról van elnevezve. Tehát rengeteg potenciál, rengeteg lehetőség rejlik abban, hogy Kovács Mihály kapcsán beszéljünk arról, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok és a szabadságszeretet mennyire fontos összekötő kapocs számunkra, és az amerikai magyarok számára is egy kiemelkedő figura. Az amerikai magyar közösségben esetleg van-e tudomása karcagi származásúról? Sporadikusan van, tehát azt gondolom, hogy a karcagi megemlékezések óta, tavaly vagy tavaly előtt, már nem emlékszem, amikor az amerikai Daughters of the American Revolution különítmény itt volt, az azért feltette Karcagot az amerikai magyarok mentális térképére is, és szerintem ezt fontos elmondani. Mi mindannyian valahol születünk, és aztán ahová jutunk, annak
általában sok köze van ahhoz, hogy hol születünk, és milyen közösségben, milyen szellemi örökséget továbbadva jutunk tovább. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy az elkövetkezendő pár évben megérjük azt, hogy ahogy a lengyel Pulaszkinak, ahogy Kosciuszkónak van hatalmas 5 méteres, vagy talán még nagyobb lovasszobra a Fehérház előtt és mellett, hát a karcagi Kovács Mihálynak is lehetne egy hasonló a Fehérház közelségében, és ezt megünnepelhetnénk akár egy közös karcagi birkapörköltözéssel. Köszönjük szépen! Hogyan jött létre ez a jelentős esemény? Mik voltak az előzmények? Ez az a kérdés, amire lehet nagyon hosszan, és hosszan válaszolni, de röviden talán nem. Hogyha csak hosszan akarnék rá válaszolni, akkor mindenképp meg kell jegyezni azt, hogy 1992-ben dr. Fazekas Sándor, akkori polgármester úr létrehozta Karcagon a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesületet, amely már a 90-es, 2000-es évek folyamán számos illusztris vendéget fogadott, többek között az Egyesült Államokból is egyébként, például a Bodó házaspárra, ugye a képzőművész házaspárra, ha gondolunk. Azonban miniszter úr, ugye Bokros Tendői mellett a 2000-es évek végén, 2020-ban egészen pontosan a Egyesület elnökségéről lemondott. Én akkor karcagi történészként, történelemtanárként kerültem a társaság élére. Nyilvánvalóan egyrészt hagyományokat kellett továbbvinni, másrészt azon is el kellett gondolkoznom, hogy milyen irányban lehet még tovább lépni a Kovács Mihály emlékkultusz, tehát Kovács Mihály mint szimbólum ápolása kapcsán, és akkor elindultunk egy irányba. Ez az irány technikailag a nemzetközi kapcsolatfelvételt jelentette, és az Egyesület lelkes tagjaival, most kiemelném például a tagságból dr. Őrlős László személyét, aki egyrészt a HEPA, tehát a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nemzetközi irodavezetője, másrészt pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is dolgozik, a korábbi Amerika Kutatóintézet, most John Lukács Intézetnek a munkatársa. Ő volt az, aki például segített olyan amerikai magyar alapítványokkal kapcsolatba lépni, amelyek nyitottak voltak együttműködésre, nyitottak voltak arra, hogy ez a két, igazság szerint több mint két nemzet, hiszen akár a lengyelek is bálványozzák, de minimum két nemzet, a magyar és az amerikai nemzettudatban is meghatározó szerepet játszó szabadsághős, úgymond méltó polcra kerüljön a történelembe. Tehát ugye lényegében ez a törekvés és ez a változás vezetett a együttműködéshez. Miről szól pontosan ez a megállapodás? Milyen lehetőségeket rejt magában? A megállapodás tulajdonképpen egy keretegyezmény, egyébként három szervezet közti, Karcag részéről, ugye a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, illetve kettő washingtoni bejegyzésű, washingtoni székhelyű társaság, vagy pontosabban alapítvány, a dr. Vég Sándor vezette Kossuth Foundation, és a Anna Smith Lacey vezette Hungary Foundation kötötte meg egymással. Tulajdonképpen közös terveink sora bontakozott ki, erről mi egyébként folyamatosan egyeztetünk, tehát a háttérben már zajlanak jövőbeni elképzelések. Megpróbáljuk ugye Kovács Mihály személyét kultúrdiplomáciai alapon megfuttatni az amerikai-magyar kapcsolatokban. Meggyőződésem ugyanis, hogy egy olyan szabadsághős, aki életében két nemzet szabadságáért is aktívan küzdött, hiszen részt vett a Bári Konföderáció mozgalmában a lengyelek függetlenségért, küzdve majd pedig az Egyesült Államok születése történelmi pillanatában az amerikai függetlenségi háborúban legnagyobb kincsét, a tulajdon életét áldozta az amerikai függetlenség ügyéért, ő maximálisan méltó arra, hogy akár az amerikai-magyar, akár a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokban szimbólummá váljon, és egy szimbólumot azt bátran kell felvállalni. Alkalmas például a NATO-n belül a magyar szövetséges viszony ápolására. Meggyőződésem az, hogy például felhasználható a neve közös hadgyakorlatok, akár egy ösztöndíjprogram, katonai ösztöndíjprogram, akár teszem fel egy hadrendi alakulat elnevezésére, de felhasználható meggyőződésem szerint az ő személye az amerikai-magyar kapcsolatokban kultúrdiplomáciai értelemben arra is, hogy az Egyesült Államok egyébként múlt szerető társadalma tisztában legyen azzal, hogy mennyi kiváló európai önkéntes, például magyar önkéntes vállalt szerepet az ő függetlenségük kivívásában. Köszönjük szépen! Miért jelentős esemény ez a térség és a város szempontjából, ez az együttműködési megállapodás? Kovács Mihály a leghíresebb karcagi huszártiszt, és olyan szempontból egyedülálló a
karrierje, az ismertség, hogy Amerikában talán még ismertebb, mint Karcagon, és ezért egy nagyon jó dolog az, hogy egy amerikai szervezet, a Kossuth Alapítvány és a Karcagi Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület között egy együttműködési megállapodás aláírása történt a mai napon. Szeretnénk azt, hogy információk cseréje, kiadványok, konferenciák, közös lebonyolítása, egyáltalán egy folyamatos kapcsolat legyen a két szervezet és az amerikai magyarság és a karcagiak között. Köszönjük szépen! Mit adhat vármegyénknek ez az együttműködési megállapodás? Elképesztően széles lehetőség, egy olyan pálya nyílik meg két ország között, az Egyesült Államok és Magyarország között, aminek a vármegyére gyakorolt hatása ma még felbecsülhetetlen. Nem csak társadalmi, gazdasági kapcsolatok építhetőek ezen a együttműködési megállapodáson keresztül, hanem olyan történelmi emlékek, olyan mementók is visszaidézhetőek, és emlékállításra is van nyílik lehetőség, ami tovább mélyíti azt a meggyőződést, hogy azok a nemzetek, akik az erős, szuverén nemzetben hisznek, és ezért az állampolgárok hajlandóak tenni, akár az életüket is feláldozni, az a függetlenség, az a szabadság, az a szuverenitás, a sikerre van ítélve. Tiszteljük egymás szuverenitás iránti elkötelezettségét, nekünk kunoknak különösen erős ez a fajta beágyazódás a hagyományainkba, történelmünkbe, ma is ez alapján élünk, és ez alapján választunk vezetőket is, partnereket is, szövetségeseket is. Köszönjük szépen! Miért jelentős ez az esemény, ennek a megállapodásnak az aláírása, illetve mit adhat a térségnek és a városunknak? Mindenképpen fontos, hiszen a karcagiak büszkék Fabrici Kovács Mihályra, és az Egyesült Államokban is őrzik az emlékét, és ez egy kapocs a két ország között, kapocs a két hadsereg között, és én azt gondolom, hogy Karcagnak a jó hírét is viszi tovább a tengeren túlra, és hogyha ezt a jó hírt tudjuk még szélesebb körbe terjeszteni, akkor mindenképpen jó az Egyesült Államoknak, és mindenképpen jó Magyarországnak és Karcagnak is. Köszönjük szépen!